Miközben az Európai Unió az euró születésének 20. évfordulóját ünnepli, az Euronews az eurócsoport első emberével találkozott Strasbourgban, ahol az euróvezet gazdaságának jelen állapotáról és a 2019-es év kilátásairól beszélgettek. A Global Conversation adásában köszöntöm az Eurócsoport elnökét, Mario Centenót. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Egy éve vett át az Eurócsoport vezetését. Mi volt a legemlékezetesebb az ön számára ez alatt az egy év alatt? Két nagy feladatunk volt az egy év alatt, megegyezést tető alá hozni az euró reformjáról a decemberi csúcstalálkozón, ez egy rendkívül impresszív reform kellett, hogy legyen, illetve nekünk kellett lezárni a Görögországnak folyósított kölcsön harmadik fejezetét. Augusztus 20-a nagyon fontos dátum volt az eurozóna számára, hiszen a kölcsön véget ért, így az első őszi találkozónkon, szeptemberben, hosszú idő után már a kölcsönprogram léte nélkül találkoztuk. Mennyire volt jelentős esemény, hogy olyan sok év után Görögország végre kiléphetett a hitelpiacra? Mindenkinek nagyon fontos momentum volt, de a legfontosabb mégis a görögöknek. 8 év alatt 3 program, reformok sokasága, nagyon szigorú intézkedések, amelyeket a növekedés és a szociális kohézió érdekében elvártunk. Még mindig sok a tennivaló, de Görögország végre saját maga kezeli problémáit, nincs több beavatkozás, és ez nagyon fontos. Ahogy már mondtuk, Görögország a legeslegutolsó állam, amely befejezte a gazdasági kiigazítási programot. Milyen fázisban van most? Még a magára találás időszakában, vagy a dinamikus fejlődésében? Leginkább a növekedési csúcsnak számító 2017-es időszak utáni fázisnak mondanám. Ez nagyon intenzív fejlődési időszak volt, minden ország növekedése szempontjából. Minden tagállam gazdasága 1,5%-kal nőtt. 2018-ban ez a folyamat egy kicsit lelassult, kockázatok, bizonytalanságok jelentek meg, ami teljesen normális a gazdaságban, tehát pánikra nincs ok. De ami nagyon jó az eurozóna szempontjából, hogy a legjobb mutatók vannak segítségünkre ezeknek az ingadozásoknak a kezelésében. A majdnem legkiegyensúlyozottabb költségvetése az övezetnek van. Jókora megtakarítás, a GDP 3%-a feletti. A legjelentősebb koordinációs mechanizmus. Ezek mind-mind nagyon jó hírek számunkra a jövőben adódó kihívások szempontjából. 2018-ban ugyan lassult a 2017-ben megtapasztalt növekedés, de a befektetési ráta legfrissebb összesítései azt mutatják, hogy a befektetések nőttek, és ez a szint közelít a válság előtti szinthez. Ha a 2019-es évet nézzük, mint az eurozóna számára fontos évet, mennyire lehet döntő a Brexit hatása? Az egésznek a lényege a strukturális csiszolódás. Mindenki számára időbe fog telni alkalmazkodni a helyzethez, a családoktól a vállalatokig. Ráadásul a hatása országról országra más. A leginkább érintett természetesen Írország lesz és Hollandia, de az EU összes tagállamának alkalmazkodnia kell majd, legfőképpen pedig az Egyesült Királyságnak. Ha a kereskedelmi feszültségből származó kockázatokat nézzük, mennyire fontosak ezek a gazdaságra nézve? Ha visszamegyünk az időben 6 hónapot, ezek a kereskedelmi feszültségek sokkal többet szerepeltek a hírekben. Szerencsére a politikai döntéshozók összeültek, egyeztettek, és ezek a találkozók az elmúlt nyáron jelentősen lecsökkentették a feszültséget. És ez az, ami optimizmusra ad okot.
And this is what brings my optimism about. I mean, if we deal olyan politikai kérdésekkel foglalkozunk, amelyek szem előtt tartják, hogy cselekvési tervünket az állampolgárok érdekei szerint kell végrehajtanunk, akkor nagyon is összetett kérdésekre kaphatunk egyszerű választ. Azt viszont ajánlatos elkerülnünk, hogy nagyon komplex kérdésekre mindig egyszerű választ adjunk. A mi intézményeinkre ez azért nem jellemző, és nem is szabad, hogy azzá váljon. De 2019 egyben egy új politikai ciklus éve is kell, hogy legyen. Most itt vagyunk az Európai Parlamentben. Ez a testület is meg fog újulni. Ön úgy gondolja, hogy az EP választások után az eurozóna országai alapvetően komoly változásokon mennek majd át? Tudja, nem vagyok nagy híve a nagy gépezeteknek és a nagy változásoknak. Úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladnunk. Ez az egyetlen módja annak, hogy az állampolgárokat bevonjuk, hogy mindenkit beszippancson ez a reform folyamat. Hogy teljesen őszinte legyek, nem várok nagy változásokat a választásoktól. Minél érettebbek az intézmények, annál erősebbek a fékek és egyensúlyok, és a stabilitási konszenzus, amire ezekben az intézményekben szükség van. Vagyis igen, a változás éve jön, de a folytonosság jegyében. Mit gondol, a növekvő euroszkepticizmus gazdasági növekedési tényező lehet a májusi választásokkal? Elég ellentmondásos ez így, mert az euró támogatottság értelmében a legmagasabb szinten van. Aggodalmak persze vannak, de ezek nem jelentik azt, hogy mi, mint eurozóna szétesnénk. Mint tudjuk, sokan fogadtak arra a válság alatt, hogy ez a közös valuta nem fogja túlélni a krízist. A politikai elkötelezettség azonban megerősített bennünket. Egy szó mint száz, nem látom, hogy túl sok rizikó leselkedne ránk, viszont túl forradalmi változásokat sem látok az intézményeink szempontjából. És pont ez az, amiért úgy hiszem, hogy folytatnunk kell a munkát. Köszönöm az interjút. Én köszönöm.